További kellemes rádiózást kívánok a Csillagpont Rádió hallgatóinak, a mikrofonnál a szerkesztő Monos Márta, az üvegfalon túl a kollégina Török Nóra. A telefonvonal végén pedig köszöntöm dr. Szuromi Kovács Ágnest, a Családbarát Magyarország Központ ügyvezetőjét. Köszönöm, hogy elfogadta ezt a meghívást. Nem első ízben tette ezt egy örömtéri esemény, teri esemény kapcsán, ugyanis mi már korábban készítettünk interjút. Hát most is tulajdonképpen eseményre is, eseményhez is köthetnénk a beszélgetést, de nem arról van szó, hanem inkább az Családbarát Központ sokirányú tevékenységének az ismertetéséről, ezen belül is különös tekintete például majd az Okitra. Kezdjük azzal, kedves vezetőnő, igazgatónő, hogy most pillanatnyilag mi az, ami a legfontosabb teendői körébe tartozik? Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Hát nehéz lenne ezt számba venni, mert az az igazság, hogy nagyon-nagyon sok szép tevékenységünk van, és sok olyan dolog van, amire most is készülünk, és amin aktívan dolgozunk. Példaként említeném azt, hogy nemrég zajlott az országos kríziskezelő és információs telefonszolgálatunk szervezésében a kríziskezelő hálózatnak az éves találkozója. Ez egy nagyon érdekes találkozó volt, rendkívül számomra édesanyaként rendkívül megrendítő is, ugyanis kifejezetten a gyermekbántalmazásra fókuszált ez a mostani találkozó, és olyan a gyermekbántalmazás különböző aspektusokból megfigyelő, illetve kezelő szakemberek voltak az előadók, akik mindenféle szempontból és esetközpontúan el tudták mondani, hogy ők hogyan látják ezt. Tehát volt például a rendőrség oldaláról nyomozó, volt ügyész, volt bíró, illetve számos más egyéb szakember. Most ez csak az egyik dolog, ami nemrég zajlott le nálunk. Készülünk az örökbefogadás konferenciánkra is, és folyamatosan dolgozunk nagyon sok olyan tevékenységen, ami napi szinten segíti akár közvetlenül a családokat, akár közvetetten a családokat, hogy csak egy példát említsek, a Családbarát helytanúsító védjegyünket naponta auditálják a kollégáim, tehát a védjegytanúsítványra jelentkezőket, és tulajdonképpen hétről hétre érez engem az az öröm, hogy újabb és újabb tanúsítványokat írhatok alá azoknak a szervezeteknek, akik megszerzik és büszke jogosultjai lesznek ennek a tanúsítványnak. Ugye miért fontos ez például egy munkahely számára? Ugye, amikor mi először találkoztunk így az éter hullámainak segítségével, akkor éppen a tisztaújvárosi Jabil volt az, amely elnyerte a Családbarát munkahely címet. Na de hát sok ilyen, hál' Istennek egyre több ilyen munkahelyet tudunk említeni már, de miért fontos ez például egy munkahely számára? Azt gondolom, hogy a munkahely számára is fontos, de legelső sorban egyébként a munkavállalók számára fontos, és a szolgáltatást igénybevevők számára fontos, és azért fontos annak a szervezetnek, aki elnyeri, hogy ő ezeknek a célcsoportoknak mutatni tudja azt, hogy ő tényleg valóban és hitelt érdemlően családbarát módon működik. Ez a védjegytanúsítvány ez 2019 óta létezik, akkor nyáron indítottuk el ezt a programot, és tavaly aztán pontosan, hát most már több mint egy éve egy nagy átalakításon és újragondoláson esett át a program, és két kategóriában nyerheti el ezt a szervezet. Ugyanaz a szervezet mind a két kategóriában is pályázhat rá, hiszen ezek független szempontok. Az egyik, és számunkra egyébként nagyon kedves szempont a családbarát munkahely kategória. Tehát aki bármilyen szervezet, állami, vagy pedig a versenyszférában működő szervezet, kicsi vagy nagy, tehát a mérettől teljesen függetlenül, ha vannak munkavállalói, és ő családbarát módon működik, akkor pályázhat erre a tanúsítványra. És tulajdonképpen négy szempont csokrot vizsgálva nézik meg azt a kollégák, hogy milyen családbarát intézkedések érvényesülnek annál a szervezetnél, és egy minimum szintet meg kell természetesen ütni, egy komoly
szakmai minimum szintet ahhoz, hogy valaki ténylegesen elnyerhesse a tanúsítványt, de egyébként maga az auditálási folyamat, tehát amíg valaki eljut ahhoz, hogy megkapja a tanúsítványt, már az nagyon nagy érték szokott lenni a szervezetek számára, tehát nagyon sokszor visszajelzik nekünk azt, hogy hasznos volt maga az auditálás folyamata. Miután valaki regisztrált a honlapunkon, az egy rövidebb folyamat, utána ki kell tölteni az előszűrő, előminősítő kérdőívet, az már hosszabb időt vehet igénybe, különösen, hogyha nagyon sok intézkedésről van szerencséje beszámolni, és ez már maga egy nagyon jó kataszter arra, hogy felmérje, hogy tulajdonképpen mi az, ami lehetséges lenne nála, és mi az, ami valójában is teljesül. És aztán utána jön az a folyamat, amikor a kollégáink személyesen meglátogatják a pályázókat, és személyesen elbeszélgetnek velük, ellenőrzik, hogy amit beírtak, az valóban úgy teljesül-e, fizikai szemrevételezésre, hogyha például azt mondták, hogy ott van egy, nem tudom, pelenkázó sarok, akkor az tényleg ott van-e, illetve megnézik azokat a dokumentumokat is, amiket megjelölt a szervezet, hogy ő rendelkezik velük, és ez a beszélgetés, ez önmagában egy komoly tanácsadás, és már ezt nagyon-nagyon szokták értékelni a szervezetek, mert hogy a legfontosabb egyébként az az, hogy ők maguk tudatában legyenek annak, hogy mi az, amit tulajdonképpen az ő lehetőségeik megengednek, és nem mindig a nagy látványos dolgok hozzák a legnagyobb eredményeket. Néha az apróbb és gesztusértékű dolgoknak is nagyon nagy szerepe van. Bizony, most erről eszembe jutott a Miskolci Egyetem egészségügyi, egészségtudományi karának a pelenkázója, ahogy említette itt az imént, hogy az ő lehetőségeikhez képest ott a hallgatók számára ez milyen nagy jelentőségű, és milyen nagy értékkel bír tulajdonképpen, holott a valóságban igazán konkrétan nem olyan nagy értékű, tehát több az eszmei, meg a kihatásos eredmény, mint amit effektíve bekerülési költségnek neveznek. Egyébként azt akartam kérdezni, hogy önöknek ezen a személyes találkozáson kívül milyen rálátásuk, visszajelzésük van a tekintetben, hogy valóban jogos helyre kerül a minősítésük? Nagyon sokszor kapunk pozitív visszajelzéseket ebben a tekintetben, és nem említettem még, ez a teljesség kedvéért mondom, hogy a másik kategória az a szolgáltató hely kategóriája, tehát ha valakinek ügyfelei vannak, mondjuk megyünk egy éttermet, és ott is lehet ilyen pelenkázó sarok, vagy pedig a gyermekeknek kifestő, színező, vagy kis szék, vagy egyéb szolgáltatások, tehát akkor a szolgáltató hely kategóriában is megpályázhatja akár ugyanaz a szervezet is a vévjegy tanúsítványt, és abszolút pozitív visszajelzéseket szoktunk kapni mikroszinten is, de hogyha globálisan nézzük tulajdonképpen ezt az eszmeiséget, hogy mennyire sikerül a vállalati szférán a családbarátnak lenni, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy igen nagy előrelépést tapasztalunk csak azóta is, amióta mi ezt a tanúsító védjegyet működtetjük. Azt látjuk, hogy sokat tanulnak a szervezetek, erre egyébként a munkaerőpiaci verseny is kényszeríti őket, tehát ugye a verseny az sokszor nagy úr, és sokszor olyan változásokat idéz elő, amik egyéb eszközökkel nehezebben lehetnének elérhetőek. Ez egy nagyon fontos, és egyébként néha szemszerű módon nehezen kifejezhető szempont az a rugalmasság. Ez nálunk is a munkáltató rugalmassága. Ez nálunk is egy nagy súllyel esik alatba a tanúsítványok elbírálásakor. Néha egyébként ennek is van egy hozzárendelhető anyagi vonzata, de sokszor azért ezt nem lehet nagyon tűpontosan számszerűsíteni, de ezt nagyon magas szinten értékelik a munkavállalók, hogyha a munkáltató észszerű keretek között rugalmasságot mutat, és ezt mi is így értékeljük, és egyébként mondjuk ebben egy külső tényező például a COVID volt, ami hát igen-igen gyors alkalmazkodó képességet igényelt a munkaerőpiac minden résztvevőjétől. Tehát az egy komoly és nagy tréning volt, ami hosszú távon is hozott tanulságokat, amiket a vállalatok tulajdonképpen már nem veszélyhelyzetben alkalmazva, de leszűrve a
tapasztaltakat a mai napig tudnak hasznosítani. Térjünk vissza még egy pár gondolat erejéig az OKIT-hez, ugye krízisintervenció, mentális és pszichológiai segítés, jogi tájékoztatás, ez a feladata egyebek közt az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatnak. Milyen tapasztalatokkal bírnak már? Ez a telefonszolgálat most már régóta működik. Pilot módon, tehát tulajdonképpen modellprogram szintjén 2003-ban indult a Országos Kríziskezelés Információs Telefonszolgálatnak az elődje, egy ingyenes segélytelefonszám és egy krízisközpont, és aztán a tapasztalatokat leszűrve 2005 április 1-én kezdte meg a nap 24 órájában elérhető ingyenes telefonszolgálatként az OKIT a működését, ugye így rövidítjük, hogy OKIT, és ez a telefonszám a 0680-20-55-20-as, ez a mai napig is ugyanezen a számon elérhető, és itt várják a kollégák. Most már tulajdonképpen egy jó pár hónapja már a csúcsidőszakban már három vonalon is a beérkező hívásokat. Telefonálni jellemzően két fajta telefonáló szokott. Az egyik az, aki maga van akut krízis helyzetben, és saját magának szeretne segítséget, tanácsot kérni. A másik az, aki akár az ellátórendszer, intézményrendszer, tehát az intézményrendszer, ami rálátással bír erre a bántalmazott emberre vagy családra, tagjaként telefonál, vagy pedig tényleg a szélesebb baráti, családi kör is aggódhat valakiért, és próbálhat meg segítséget kérni. Tehát vagy közvetlenül fordulnak hozzánk az áldozatok, vagy pedig az ő környezetükből fordul hozzánk valaki. Mennyire rokon ez a telefonos lelki első segélyszolgálattal? Vannak rokonvonások, ugyanakkor az OKIT-nak nagyon fontos szerepe az, hogy nem csak lelki tanácsadást nyújt, hanem ő segít abban is, hogyha szükség van arra, és a bántalmazott vagy a kapcsolati erőszakot elszenvedett részéről felmerül ennek az igénye. Nagyon fontos, hogy ő maga szeretné ezt, és ki is mondja, hogy ő elhelyezést kér, akkor az OKIT ebben is tud segíteni. Ez egy nagyon fontos szerepe az OKIT-nak, hogy ő tulajdonképpen együttműködik a kríziskezelő hálózat további szereplőivel, a krízisközpontokkal, a titkos menedékházakkal, a védett szálláshelyekkel, illetve kapcsolatot ápol és koordinál, illetve együttműködik a krízisambulanciákkal is. Tehát egy nagyon szoros együttműködése van, és koordináló szerepe van a kríziskezelő hálózat egyéb tagjaival, és hogyha ellátásra, elhelyezésre kerül a sor, akkor menekít. Nem ez szokott az első lépés lenni, ugyanis az OKIT, amikor valaki fölhívja az OKIT-ot, akkor először egy mélyebb, tisztázó beszélgetést kezdeményez a hívott féllel. Ugye sokszor zaklatott állapotban lehet az, aki telefonál, lehet, hogy először nem tudja jól elmondani a helyzetét. A tanácsadó kollégának nagyon fontos szerepe van abban, hogy megpróbálja ővele nyugodtan átbeszélni azt, hogy milyen helyzetben van éppen, és nagyon-nagyon fontos, hogy megpróbálja segíteni azt, hogy felmérje azt, hogy milyen természetes erőforrásai vannak. Tehát tudja őt támogatni a családja, a szélesebb kapcsolati hálója, tehát van-e olyan az ismerősei között, aki mondjuk be tudja őt fogadni egy akut krízis helyzetben. Tehát általában a telefonbeszélgetés erre szokott első esetben irányulni, és hogyha azt tapasztalja a tanácsadó, hogy tulajdonképpen önerőből, illetve a saját közvetlen környezete segítségével a telefonáló, a bántalmazott nem tud szabadulni a krízis helyzetéből, továbbra is veszélyben van, akkor, és ki is mondja azt, hogy ő szeretne elhelyezést kapni,
akkor kezdeményezi azt, hogy akár krízisközpontban, akár titkos menedékházban, vagy védett szálláshelyen elhelyezésre kerüljön. És az azért is nagyon fontos, hogy saját maga döntsön arról, hogy ő szeretne más megoldást, tehát szeretne a krízis helyzetéből egy szálláshelyre menekülve elkerülni, mert hogy sokszor a bántalmazó kapcsolatban, aki benne van, az úgy érzi, hogy ő semmit nem ér, ő nem tud önálló döntéseket hozni, ő teljesen ki van szolgáltatva annak, aki bántalmazza, és nagyon fontos szerepe a telefonos tanácsadó kollégáknak, hogy a kompetenciaérzést, az önbizalmat, az egyéni döntőképességet, ezeknek a megerősítését próbálják meg elérni a telefonálóknál. Hát igen, ez egy nagyon fontos feladat, és gondolom, hogy amilyen szoros kapcsolat jellemzi önöket, ugyanez vonatkozik például az áldozatsegítő központok és önök közötti együttműködésre. Természetesen velük is van együttműködésünk, igen. Igen. Nagyon szépen köszönöm. Itt olvastam ugye, hogy a szolgálatok fejlesztéséről különös figyelmet fordítanak. Hát nagyon jó lenne, hogyha ezt a családbarát értékrendet, amelyért dolgoznak, amelyért munkálkodnak, minél többször hírül adhatnánk, hogy na megint ide jogosult egy ilyen elismerő, mert az szebbülő, jobbuló világunkat jelenteni. Így legyen. Köszönöm szépen a tájékoztatást, amelyet az elmúlt percekben dr. Szurumi Kovács Ágnestől, a Családbarát Magyarország Központ vezetőjétől, igazgatójától kaptam. Köszönöm viszont hallásra. Én is köszönöm.